Na nézzük, Zsebi Baba mindenről kitálat. Tisztára mossa magát, figyelj! Viszont. Alapvetően teljesen semleges felé az én véleményem, nem tudom, hallottam a dalát, de nem tudom, hogy mit csinál egyébként, mi van vele, nem követem, tudom a jelenséget, azt nyilván én is látom, hogy káros az, amit ő, ő így csinál, meg mutat, meg mond, meg énekel. Magánszemélyként biztos, hogy van véleményem, nyilván van, de hát ez nem arról szól, hogy itt most itt, itt nem fogunk utálkozni, jó? Ítélkező nem utálkozni. Teljesen más a kettő. Ebből is látszik, hogy Bence egy kis bubonékban élő videós, és szerintem minden ítélkezés utálkozást jelent. Ebből is látszik, hogy összemossa a kettőt az agya, már olyan szinten, hogy ő sem veszi. Mert az, hogy valaki mondjuk ítélkezik felette és rebek a felett, hogy szarok a videói, vagy az, hogy károsak, akkor ők azt már egyből utálkozásnak fogják fel, és euh, ja, nem ugyanaz a kettő. De várj, már én azt hittem ebben a videóban, ugye ebben a videóban a Zsebi beszélni fog a Dezső Bencével. Persze, hogy én megnézem az eredeti videót inkább akkor. a 15, Ja, ez nem is az. Ó, oh, azt hittem, hogy legalább belinkelt az eredeti videót, de nem. De Surfshark VPN szponzorálta őt, szóval. Oké. Okay. 6 perc és az eredeti Bencei 12. Lemaradunk sok mindenről? Hát, na nézzük az eredet. Ha ekkor munkált, illetve nem volt soha sugárdadim. Egy millió like TikTokon, több százezres megtekintések a YouTube-on. Évek óta sok tízezren követik Zsebeházi Andrát, vagy ahogy mindenki ismeri, Zsebi babát. Ah! A 17 éves eltöltött lány kiszivárgott szexi videókkal és botrányokkal. Baszartam. Hát én nagyon örülök neki, hogy ennyien megnéztük az első dalomat, uh, viszont remélem, hogy a más, második is nagy uh, nézettséget fog elérni, illetve hát azon vagyunk, hogy, uh, hogy uh, minden. Jó lenne, ha nem ez a szar menne alatta, mert konkrétan fáj hallani, hogy megy alatta a zene, és még hangos is. Ki csinálta ezt? Ki a -nek a szerkesztője? Miért nem tudnak videót vágni? Hogy ö, én megmondom, hogy ö, minden nőnek legyen annyi joga, hogy, hogy kimerjen állni magáért, és... Igen. Nyilván. Azért, meg kirakod a csöseidet, te már konkrétan egy feminista vagy. Konkrétan kiállsz a nőkért, a szexizmus ellen felszólalsz, ez, ez nem... Nem ebben merül ki, szerintem. Szóval tényleg valamelyik videón én vagyok, de az úgy került ki, hogy a barátom egyszer belépett valakinek az Instagramjába, és... vagy az tel telefonján, és ő meg... Mi van? Nem maradt ez a barátja, és mi el szoktuk küldeni a közös dolgokat, egymásnak így üzenetben. És ö, az a barátja, aki be van lépve az Instagramjába, ugye nem jelentkezett ki a telefonjáról, így jól, és akkor ö, meg így visszajelt el, hogy hát egymásnak... ez... Aha, aha, ez egy nagyon-nagyon jól összerakott mondat volt, minden szavát értettem. Tehát belépett valakinek a telefonján az ő Instagramjába. Miért lépsz be más telefonján az Instagram modba? Ez kész Azzal a baráttal remélem azóta volt hát a Hát nem, de már régóta nincs jó beszóvált. Tehát... Nem csodálom. Menjen a fenébe az ilyen. Nem azt mondom, hogy... Menjen a fenébe az ilyen. Hát igen, ezt jól megmondtuk. Nem, nem szabad állást foglalni, Blick. Azért látszik az á, a, a csávónak az arcán, hogy hát ez nem az életének a legjobb pontja, hogy most azért a... Én blik újságíró vagyok, és ezt a 17 éves lányt, aki az interneten ilyen dolgokat csinálni, ezt kell interjúolnom, ez a munkám, vágod? És ezek után hazamegy a feleségez, még gyerekeihez, és így milyen volt a munka? És így, aha, jó. Ö, jó számot ért el, és ö, azon vagyunk, hogy ö, a második másodiktól is minél többen megnézték. Ó, Isten, meg. Tényleg, egy olyan országban élünk, ahol a Babának zenei karrierje lehet. Meg Varga Irénnek. Azt mondják egyébként sokan, hogy hát hogy eléggé azért géppel van megcsinálva a hangod, de erre te mit mondasz? Rosszul látják. Már nekem többé is mondták, hogy szép van illetve én egy járok, szóval ezzel nem értek egyet, mert nem ismernek, szóval az első dal alapján pedig nem lehet nagyon így Többször is felvettük, hogy tényleg olyan, mint hogyha nem lehetne érteni, de így jön mindig, szóval... Mert hogy de... most jól lehet érteni, tehát hogy mm. nincs ezzel gond. Tehát... De egyébként amennyire beállítják, én, én nem hiszem, hogy annyira nem lehet érteni, Úgyhogy, uh... Jó, azért kétszer meg kellett hallgatnom, hogy én értsem. <gül> <gül> hát igen. 18 alatt már szabad ajkat töltetni? Tehát erre vannak szabályok? Vagy ez hogy működött? Nem lehet, szóval nem olyan káros a ez teljesen egy természetes anyag. Nyilván, mindenkinek csinálnia kéne, hogyha nem káros. Na jó, most nézzük meg, hogy a Dezső mi, mi a véleménye erről. Mert ő nem ítélkezni jött, meg nem utálkozni, szóval... Nézzük meg a Dezső mit mond erről hogy aktiváld a Windows, mint hogyha, hát az értesítést nem kapom meg ennyiszer a gépen, mint ahányszor ti cseszegettek, hogy aktiváljam. Nem veszem meg engem, nem kényszerít rá. Persze, mert nem tudod, hogy hol kell beírni. Ugye? Ugye, Bence? Soha ekkor munkát, illetve nem volt soha sugárdodím. Így kezdődik az egész? Az aztán tisztára mossa a nevét. Oké, okay. szeretünk mindenkit. Zsebit is. Miért van ilyen neve? Zsebit is, a blikket is, kezdjük. Szeretünk mindenkit, ezt el kell mondani, hogy én mindenkit szeretek, de azért, azért... Jézus, így kezdődik a videó? De én mindenkit szeretek, én nem utálkozni, ítélkezni jöttem. A 17 éves feltöltött ajkulány kiszivárgó... Ó, oh, jó, jó van, oké, okay. ez egy kicsit ilyen... El tudom a narrátor hogy, hogy mondta a szöveget. A 17 éves feltöltött ajkulány... A 17... Tizen pont így mondtam amúgy, igen. Ezt jól látod, Bence. Nagyon jól látod. Megismételted azt, amit mondtak a videóban. Ez hozzátett a tartalomhoz. De amúgy az ő barátnőinek is fel van töltve. Igen. De akkor miért azt írják, hogy TikToker? Zenész! Ezt kell odaírni. Mondjuk egy szám után nem hívhatod magad zenésznek, nem? Mert az, az, az kicsit sok lenne. De, de ne írják azt, hogy TikToker. Közszereplő, zenész, feltörekvő zenész, ott van még az is egyébként. Igen, csak, a zenészt azt ahhoz szokták írni, meg a feltörekvő zenészt azt ahhoz szokták írni, akinek van tehetsége is. Tehát még az, hogy tiktokkár, még, még azt is soknak tartom, mert ahhoz is kell valami tehetség, de... Na mindegy, mindegy. Uh, nem tudom, igazából a TikTokon van a legnagyobb elérhetőség, szóval szerintem valid az, hogy TikTokert írtak. Szerinted miért sikerednek a titka? Tehát miért kattintanak rád olyan nagyon sokan? Ott, ott van a jobb felén, hogy miért nem? <laughs> itt, itt van, hogy miért? Egyéb azért, mert pedofil mindenki. Azért. 17 éves kislány seggére kíváncsi a magyar internet. Meg a csávók, a csávók is 18 éves lányoknak mondják, hogy belemártanám a faszom a p***ádba. És ez top ez trending, ez trending Magyarországon. Konkrétan a pedofilia hazájában vagyunk, a 30 éves emberek ilyen videókra verik a műkat, és akkor így, ó, ez az, úristen! Mert a feleségednek, meg a te korodbeli nőknek már, már lát, hogy lottyadt a segge, meg, meg a melle. De ez nem szégyen vágod, egy nő nem attól lesz nő, hogy most neki feszes segge van, meg feszes melle van. Egyszerűen tudni kell felfogni azt agyilag, hogy idősödsz. Szexuálisan is tudnod kell fejlődni, és nem leragadni ott, hogy 30 évesen még mindig 18- vagy 17 éves lányokra írsz, vagy vered a faszodat. Mert, mert szerintem az, hogyha valaki 30 évesen felmegy hábra és beírja, hogy mit tudom, egy 18-year-old girl, szerintem az is geci beteg. Egyébként uh, hozzáteszem, hogy nyilván én is tudom, és magánemberként megvan a véleményem Zsebibóvára, és látom azt, hogy egyébként vannak olyan tartalmai, Megnyilvánulásai, amik károsak a fiatalkorú nézőkre, hallgatókra, rajongókra. Vannak olyanok. Néhol, itt-ott, amott a Zsebibaba csatornáján fel lehet fedezni ilyen tartalmakat, de nem mindig ezt. Ritkán. Teljesen megértem. Viszont, hogyha kivonjuk az egyenletből azt, hogy most ez van kint éppen, tehát legalább próbálkozik a zenével. És hogyha majd elér odáig, hogy nem a, a fenekét akarja mutogatni a, a klipekben, hanem Énekel, és akkor is, hogyha. És most nem azt kell nézni, hogy kinek tetszik kinek nem, rossz, -e vagy nem rossz. Biztos vagy benne, hogy azért. Nem azt kell nézni, hogy rossz -e vagy nem rossz, meg hogy kinek tetszik kinek nem. hogy egy reakció videót csinálsz, az a lényeg, hogy reagálj, és reflektálj arra, hogy neked mit tetszik, és mi nem. Ez a lényege a reakció videóknak. Akkor mit kell nézni? N nézem a videót a két szememmel, és elismétlem azt, amit a videóban mondanak. Az az nem reakció. Szerintem. Teljes mértékben elveszti az értékét a reakcióvideó. Van olyan, akinek tetszik, higgyetek el, de igyekszik, de megpróbálja, de feláll a színpadra, annak ellenére, hogy jelenleg abban a fázisban van, ugye, hogy a, a legtöbb ember csak nevet rajta, de próbálkozik, és azért az ilyenekből én nem azt mondom, hogy ő most egy sikeres előadó lesz, és, és 25 buli a hónapba, viszont azt meg kell adni, hogy próbálkozik, és nem pedig csak seges képeket csinál. Legalább haladtunk oda, hogy most már zenéje is van. Wow! csinált egy szar zenét azért, hogy manigrebet csináljanak belőle, és még több pénzt csináljanak, és még nagyobb polgárpukkasztás legyen. Ez aztán produktum, Dezső Bence. legalább próbálkozik. Mi lenne, ha mondjuk te is próbálkoznál a reakció videókkal, és a reakció videókban actually véleményt formálnál, nem pedig csak azt mondanád, hogy hát legalább próbálkozik. Meg, hogy én mindenkit szeretek. Istenem, mit kapok azért, hogy én elkezdem itt védni? Ezt úgy kezeljétek, amit most mondtam, hogy próbálok tényleg jóindulatú lenni és nem utálkozni, mert van elég gyűlölet a világban. Van elég gyűlölet a világban? Én nem ítélkezek, én nem olyan vagyok. Any. Mit csinál a srác a háttérbe? Mi, hogy, hogy, hogy én megmondom, hogy minden... És nem szól a zene? Miért táncol? Forma. A kiragadta a videónak a legfontosabb részét, de olyan szinten nem érdekli őt a videó, vagy, vagy csak olyan szinten kellett valami, amit felrak a reakció csatornájára, hogy arra hogy mi van a háttérben. És nem figyel arra, amit mondanak. Ez olyan, olyan jó. Meglátta a videó lényegét. De akkor minek csinálta meg? Én megmondom, hogy minden nőnek legyen annyi joga, hogy, hogy kimerjen állni magáért. És... Látod? tehát van itt pozitív üzenet. Mondjuk ahhoz, hogy a, tehát a jogoknak nem sok közük van ahhoz, hogy te elni, Tehát az, hogy ki mer meg van egy jogot kiállni, az két külön dolog. De elindultunk egy jó úton legyen egy olyan nyívós játék, hogy ha Dezsó Bence negatív dolgot mond, akkor iszunk. Soha nem kell alkoholhoz nyúlnod. Na, akkor nem rögtön. Ha, meg, stb. stb. amiket... Uh... Jó, lecsúsztunk el az útról. <laughs> Tip minden egyes TikTokernek, YouTubernek, közszereplőnek, én véleményem szerint, ne mondjátok azt az interjúba, hogy stb. 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 Mert, és ne vegye magára uh, Andrea se, hogy nem ezt gondolom róla, csak így most nekem úgy tűnik, ha stb. 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 butának tűnsz. Lehet, lehet, hogy ez azért van, mert mondjuk tényleg buta. Nem ítélkezünk, nem ítélkezünk, legalább odaállt és megpróbálta. Én nem álltam oda az interjúba, én, én, én nem vagyok ott. Elém nem tettek mikrofont, ő többet értel, mint én. Ő legalább megpróbált beszélni. Lehet, hogy csak zavarba volt, Bence. Lehet, csak zavarba volt. De az is lehet, hogy olyan kiaszott buta, mint a seggem. Le, valamelyik a kettő közül. Én nem ítélkezek, a nézők eldöntik. Te direkt vagy ilyen bevállalós? Igen, mert nem más vélemény. Ez az véletlen amúgy, nem? Véletlen tettem ki a seggem a videóklipbe. Oh, oh, befelejtettem nadrágot felvenni. Hoppá! Mi az, hogy direkt vagy ilyen bevállalós? Még egy pozitív üzenet. A mai világban, amikor az internet bizonyos százaléka, 1000 százalékkal azon van minden egyes nap, hogy lehúzzon téged a mélybe, és hogy kritizáljon, és hogy megmondja magáit, akkor itt van a csaj, és nem érdekli más véleménye. Így kell csinálni, így, így lehet írni egy könyvet arról, hogy az én utam és így lehet konkrétan lehúzni saját magadat olyan szinten, hogy depressziós leszel. Ami tök jó, csak ez szemben meg kéne hallani az építőjelegű kritikákat Na. is, meg, meg azokat a... A, azokat a kommenteket, amik lehet, hogy segítenének, nem ártanának. És lehet, hogy valaki támadásként érzi ezeket a kommenteket, de ez nem mindig így van. Nem is tudom, hogy itt a Desi Pence csatornának a története mint ilyen történt Hiába ez a véleményük rólam, nem is. Nem vagyok semmi, ez mit jelent? Árnak, szóval úgy próbálnak véleményt. Azt jelenti, hogy nem kulva erre akar célzni, csak. A... Nem összefüggőek a mondatai, sajnos. Olyan vádakkal is ö, találkozhattam az interneten. Miért kell menjen ezen a háttérbe? Akár szeretem, akár nem, de miért kell menjen? Akár szeretem, akár nem, vagy nem mond véleményt róla. Mondd már ki, hogy szar! Csak mondd ki, hogy szar! Miért megy ez a szar a háttérbe? Miért? Én is ezt mondtam. Ez nem jó, idegesítő. És te is látszik a fejed, hogy disgusted, bro. Hogy nem, nem hallja, mit mondod az ember, mert csak ez, ez a szar megy a fejbe. Ugyanazt halljuk, Bence. Miért megy ez az OKD a háttérbe? Hát igen, kerültek ki sajnos olyan videók. Uh, Na, erre kíváncsi, leszek, mit mondott az ő Bence? Az Instagramjába. Kicsit hangos a zene, és érthetetlen, mit mond. És, uh, vagy az tel telefonján, igen. és uh, ő meg bemaradt ez a barátja, és uh, mi el szoktuk küldeni a közös dolgokat um, egymásnak így üzenetben. Tehát a mesztelen fotókat és videókat el szokták küldeni egymásnak. Ne küldjetek, interneten videókat, képeket. Felhőbe van. Kiszivárog. Izé, ne, ne tároljatok ilyen dolgokat ott. De tényleg. Vagy használjatok olyan, olyan ö, platformokat, amiket legalább nem ismer mindenki. Mert most a Facebook messengeredet nagyobb eséllyel ö, keresgél valaki ott egyébként. Mint, nem tudom, szignálom, vagy nem tudom. Szignálon? Ajajajaj, Dezső Bence, milyen, mi milyen, milyen appokat ismersz te, hallod? Ha van milyen kontaktjaid vannak? Dobd már át egy párad, az meg! Azzal a barátom. És nem is kérdőjelezi meg ennek a sztorinak a valóságát, meg semmi. Csak így mondja, hogy. Hát, ilyet, nem szabad csinálni, srácok. Jó, oké, okay, értem, hogy most ny nyilván gyerekek nézik de a Desobencinek a reakcióideóit, és így megmondja, hogy oké, okay, nem szabad ezt csinálni, ne csináljátok ilyeneket, stb. De semmi reakció. Tehát ez, ez nem reakció. Nem reagált arra, ami volt a videóban, csak mondott valamit azzal kapcsolatban. Ez egy új klip. Még nem látta. Ú, akkor holnap jön a reakció videó erről is. Mi ez a templom uh, Azon vagyunk, hogy a másodiktól is minél többen uh, megnézzék. Nem arra kell törekedni, minél többen megnézzék, meg meghallgassák, mert, mert az a lényeg, nem ez a lényege, de mindegy. Ezt egy ilyen embernek hiába, de nem, bármeddig magyarázhatnám, nem értené rosszul látják, mert... Hallják, amúgy. Nekem több... Vagy hallják. Lefikát, nem full playback volt, hanem fél playback, ugye megy a háttérbe a dalod, és ráénekelsz, És um, most én nem ítékezem, hogy jó volt-e, vagy nem volt jó, de nagyon sokan írták, hogy nem jó. De hogy 2000... Nagyon sokan írták, hogy nem, de ő nem ítélkezik. <laughs> Jó, no, ezt engedjük már el ezt a nem ítélkezem dolgot. Csak bohócot csinálsz saját magadból. Hát a reakció videónak a lényeg az, hogy reagálj valamire és véleményt formálj. 22 ben miért kell azt szégyelni, hogy autótyún van a hangodon? Nagyon sokan tolják az autótyúnt egyébként, szinte mindenki egyébként. Ja, én is tudom amúgy az autótyúnt. Olyan zenét raktam ma össze, hogy csak ihaj csuhaj. Ki oda, nem ki Tippáljátok, mennyi idő alatt csináltam, lehet tippelni. Maximum 5 perc alatt csináltam meg. És nem jó, vannak benne hamis hangok, újra lehetne venni, de nem ez volt lényege, csak eszembe jutott, hogy milyen lenne már egy pop-punk, hyper-pop verziója a Spongyabobnak, és csak így random leültem a gép és ezt fölénekeltem, mert unatkoztam. De vágod, unalomból ezerszerre jobb zenét lehet csinálni, mint az, amit ők megcsinálnak. És még mindig valaki azért kriti kritizálja, a zsegőbe mert autótun használ. Nem az autó van a baj, hanem azzal, hogy szar! Az tud nem varázsol, csak berakja kibe a hangot. Te alapból nem tudsz énekelni, és te már alapból itt kezded az éneklést, és csak néha mész bele a jóba, akkor az tud nem tudja neked megvarázsolni az egészet, mert szar lesz! Úgy néz ki, mint egy fogsorban -nek. meg. Neked tudnod kell énekelni ahhoz. A hamis hangokat javítja ki. Itt mit csinál ebbe a klip gyón? egyébként? Hát lenne itt. ajkat töltetni, tehát erre vannak szabályok, vagy ez hogy működött? Hát uh, beleg. Nem tudom, de a. Nem, nem mondok inkább orvos nevet. Jaj. <té> 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 Ugye, Rebekának volt ez a. Euh, volt ez a töltéses sztoria, amikor elég sokan rászálltak, hogy töltetett, de hát annak már vagy két éve, és azóta sem volt, ez ez fél év alatt kimegy a szádból kb. Rebekát nem azért kritizálták, mert töltette a száját, hanem azért, mert gyerekek nézik a videóit, és konkrétan csinált egy nyereményjátékot, játékot, amiben szájfeltöltést lehet nyerni, és igaz, hogy csak 18 éven felüliek nyerhették meg, de ez szerintem a fiatal lányokban a testképzavart igenis felerősíti. Ennyit akartam mondani, csak a streamben ezt nem tudtam elmondani, mert pont kopogtak az ajtón, és mire újra visszajöttem az afkolásból, elfelejtettem, hogy hol tartottam. Na, megnéztük, um, ennyi lett volna a mai videó, őszintén reagált az biztos, nem tudtam, hogy jött ki még egy dala. Um, Csinálgassa a zenei karrierét, figyelj, én azt mondom, hogy uh, legalább csinál valamit, csak akkor nem, ne, csináld úgy, hogy ne badiba, meg segg, meg izé, hanem akkor tényleg lássák az emberek az akaratot, hogy te, te most nem a, a feneked miatt akarod, hogy so, sok megtekintésed legyen, hanem azért, mert, 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 mert olyan szöveget írsz, ha az életet olyan dolgokat ragadsz, ki olyan dolgokat osztasz meg, mutasd meg egy másik oldalad, az emberek sok rétűek, tehát biztos lenne valami, ami... Wow! Dezső Bence véleményt mond a videójának a végén? Tudnának értékelni szerintem, mert mindenkiben van, amit lehet értékelni. Úgyhogy... Ö, no hate, peace, Dezső Bence vagyok mostantól, csak világbéke nem szólunk be az embereknek az interneten. Ennyi van a mai videó. <SZ> Azt nagyon csúnyán lenne, ha csinálnánk. De jó, a nagy csatornán um, csekkoljátok le az utolsó videómat, ott lesz a leírásban. Iratkozzatok fel, még nem vagytok, és találkozunk a következő videóban. Én köszönöm, ma is velem tartottatok. Bence, kilép, szevasztok. Az szép. Na jó van, jó videó <súlítanak> volt. <súlítanak>